Köszöntöm a kedves komáromiakat, itt állunk a Napsugár óvoda kerítése előtt az utcán, hiszen jelenleg a járványügyi rendelkezések nem teszik lehetővé, hogy belépjünk még az udvarra sem, hiszen itt a gyerekeké és a gyerekek védelme a legfontosabb. Viszont az is nagyon fontos, hogy be tudjuk mutatni azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, amelyek részben egyébként zajlottak a koronavírus járvány ideje alatt is. És az egyik ilyen az éppen a Napsugár óvodának, a Koppánymonostori Napsugár óvodának a teljes játszóudvarának, játszóterének a nem is azt mondom, hogy felújítás, amely teljesen új játszóteret kapott az óvoda. Ahogy látható, a gyerekek nagy örömmel vették ezt birtokba. Én remélem, hogy hamarosan a járványügyi helyzet lehetővé teszi, hogy ezt is ünnepélyes keretek között is át tudjuk adni majd a koppánymonostoriaknak, az itt élő családoknak, az itteni gyerekeknek, és még vár ránk majd egy ilyen kellemes program, ami a Szivárvány óvodának egyébként a hasonló játszóudvarának az átadását fogja jelenteni majd. Fontos és kiemelendő mindenképpen, hogy Komárom városa egy nagyon fontos programot indított útjára, ez pedig arról szól, hogy a közintézményeink, elsősorban a bölcsödeink és az óvodáink, valamennyi bölcsödénk és valamennyi óvodánk játszó udvarát megújítjuk, a legmodernebb eszközökkel próbáljuk meg felszerelni, és ezzel is biztosítani azt, hogy a kisgyerekeknek az itt eltöltött idő az minél jobban tudjon elterni, minél aktívabban. Annak a része egyébként ez a fejlesztés, ez a beruházás is, és ez jól illeszkedik abba a sorba, ami azt a cél tűzi ki maga elé, hogy a közintézményeink megközelítése az a lehető legzökkenőmentesebb legyen, tehát a komáromiak családok úgy tudják elengedni biztonságba a gyermekeiket, akár bölcsödébe, akár óvodába, akár iskolába, hogy tudják azt, hogy az odavezető és a hazafelé vezető úton nem történhet semmi olyan komolyabb baj, ami esetleg az utak, járdák állapotából adódik, hiszen ez egy külön program, amire hosszú évek óta most már odafigyelünk, és természetesen az intézményhálózatunknak a csinosítása, energetikai korszerűsítése, a zöld filozófiának a behívása ezekbe a programokba is ugyanilyen fontossággal esik latba. Én azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy Komárom az otthonunk kell, hogy legyen, és egy gondoskodó önkormányzat szeretnénk lenni, akkor ez alapvető dolog, hogy a gyermekeinket biztonságban tudhassuk a városi közintézményekben is. De ez a mostani óvoda felújítási, óvoda udvar, óvoda játszótér felújítási program is ezt a célt tűzte ki maga elé. Úgyhogy bízom benne, hogy a gyerekek nagy örömmel vették birtokba az új játszóeszközöket, és ezzel is tudtuk egy picit segíteni az itt eltöltendő idejüket, hiszen Komáromot újraindítjuk.